Srácok, itt vagyok megint Szentendrén, nem az autós műsor lesz, nem kell megijedni, itt liheg a nyakamba egy kutya, ebből már lehet, hogy kitaláltátok, hogy az elképesztően brutálisan, kegyetlenül gitározó és színészkedő. Micsoda? Álló, menj a francba! Jaj! Vörös Atihoz megyek éppen, egy brutális kabrióba, miért mindig a jó gitárosoknak vannak a legmenőbb kocsijai, Ati? Egy olyan stílust, azt nem lehet megvásárolni. Igen, a luxus sose megy ki a divatból, ahogy mondaná, az azért nem egyik nagyon jó barátom. Szóval Atihoz megyünk éppen egy kutyával a nyakunkban, ahol is megnézzük, hogy Ati milyen cuccokat használ, hogy gyakorol, meg mindent kiderítünk a saját kis kuckójáról, gitáros kuckójáról. Ez lesz a mai műsorban. Köszi szépen, hogyha megnézitek, köszi szépen, hogyha feliratkoztok, és azt is köszönjük, hogyha támogattok a Patreonon. Kutyuska, te nem bakkantasz egyet, vagy valami? Ez nem olyan kutya. Ez rányjon, ezt tudok. Azt meg én kihagyom. Na mindjárt jövünk. Brutálisan meg is érkeztünk a legtermészet közelébb kis gitáros kurvóba, ahol voltam eddig ever. Nem mondom meg, hogy hol van, de nagyon szép helyen. Mióta élsz itt, Ati? Most ez a harmadik év. Aha. Hát picit több, mint kettő. Na ezt nézzétek. Kegyetlen. Tényleg. És milyen menő csengőd van, várját, ezt hadd koccantsam már meg. Megjöttünk. Elég durva hangja van. Nagyon dög. Hát ez itt a kert. Hát ez zseniális, baszki. Zseniális. Imádom az ilyen helyeket amúgy. Merre megyünk? Itt a kis lépcsőn. Nagyon dög. Hát ez óriási. Ez óriási. Nekem be se kell zárni az ajtót. Ennyi. Na tényleg nem mondom, hogy hol lakok. Na, hogy jobb ilyen lámpákat, mert ez ilyen... Anyám. Na várjál. Irgalmatlan por, meg kutyaször, hát... Itt van a kis izé, azt már látod. De hát hadd nézek már ki ide a... Ami a persze, hát az a legjobb. Ja, igen, nem tudom kinyitni. Igen. Ja, erős. Hacias. Hát ez szép. Ja, ez a legzsírabb. Itt lehet flesselgetni. Itt jöhetnek az ötletek. Na jó, gyorsan bekamerázok, meg összerakjuk itt a dolgokat, és akkor már is jövünk. Pedig én pattintok egy kávét. Jó. Megcsináltam az egy kis mágikus kávémat, azt jó bepattintom a hűtőbe. Idegen szeretem. Yes, today. Kis amarettóval. Rend a lelke mindennek. Aha, szerintem is. Na és akkor meg is érkezünk ide a gyakorló helyre. Ez is erős idézőjeleket igényel. Na se baj. Bár először menjünk végig így az asztalon, hogy nagyjából milyen cuccokat használ. Ez most Windows, de itt ezelőbb láttam egy Mac-es gépet is. Igen, igen, igen. Az lesz az egérpadom is egyébként. Nagyon sok ciki dolog fog kiderülni rólam. De vállalom, hát ez van. Azt csak azért vetted, hogy legyen egy egérpadod. Ez mondjuk már tényleg luxus lenne, de most így funkcionál. De mint látjuk... És nem is annyira jól. Sajnos az ilyenekben én borzasztó, olyan türelmem van, általában megjavulnak a maguktól az ilyen dolgok is. Csak ki kell várni. Igen, de hát most az lesz, hogy szépen az, akkor még ott újraindítom. Jó, de addig akkor nézzük már meg, hogy mik vannak még itt az asztalon. Ezek a monitorok, ezek egy régebbi típusú edemek, nem? Hozzám, mikor is lehetett az? Hát... 6-7 éve minimum, de lehet, hogy még régebben kerültek. Egy de akkor új volt? Meg. Nem tudom, erre egy barátomtól vettem. Ja. Nem tudom, hogy neki mióta volt meg. Én akkor rögtön bele szerettem. Aha. Igen, nekem, tehát hogy ez egy olyan stúdió monitor, ami mondjuk úgy, hogy lineáris, de
De van egy ilyen hifis jellege is, szóval inkább ilyen magas, meg mély tartományok most szól jól. És így ebben az elhelyezésben egyébként is így a falhoz közel van, így még így a mélyek is valamennyire átjönnek. Aha, de hát referenciának már így valamennyire megszoktam, meg nekem jól működik. Én nagyon szeretem. Ez az a lényeg, mindenkinek az a legjobb, amit megszokott. És akkor hát még ott van egy kis cucc. Vagy azt használod hangkártyának is, vagy van nem. Külön? Régen volt nekem egy fraktálom ezelőtt, a rekkes verzió, az a kettes, meza kettes, nem tudom, hogy hívtak, mindegy. Az hangkártya is volt. Az olyan szempontból egyébként jobb volt, hogy ott ugye a jelfeldolgozás az fajnabb volt. Ja. Itt most a hangkártya az ez. Az egy Scarlett. Scarlett 2i2, ez a majdnem legkisebb. Igen. Érbemenetes. Igen, ez van. Hát belépőnek ez teljesen jó, de azért... Tehát úgy kell beállítani a dolgokat, hogy egy kicsit több teteje, több alja legyen, mert azok eltűnnek. Tehát olyan, mintha ilyen nem annyira jó minőségű MP3 lesz. Aha. Igen, és akkor most úgy néz ki itt a lánc, hogy gitár, az bemegy az AX8-ba, az bemegy a hangkártyába, és akkor azt tudod... Így van, és akkor vannak olyan pedálok, meg effektek, amiket meg elé szoktam bekötni. Kamerával nézek, vagy inkább rád nézek. Hát ahova jól esik. Inkább rád nézek. Lehet, hogy mondjuk a kamerát jobb nézni, mint engem, de... Nem. Na és te figyelj csak, hogy azért kérdezem ezt ennyire, mert hogy te ezt használod élőben az AX8-at, és akkor ugyanazokat a preseteket tudod gyakorlatilag itthon is használni, mint bulin. Most az van, hogy ez egy viszonylag új szerzemény, mert előtte nekem a Kempernek a végfokos feje volt évekig. Ja, igen. Aha, nagyon sokáig, és ahhoz volt egy a saját lábkapcsolója, és úgy, ahogy mondod, azok a beállítások jöttek vele a koncertre is, amiket itthon így csináltam. Szóval ilyen szempontból egyébként egy nagyon-nagyon ilyen felhasználó barát, meg a hangtechnikus szempontjából is könnyebbséget jelentő dolog ez. Szóval ez új, de az elv, az alap, az ugyanaz. Miért váltottál? Hát ennek anyagi okai voltak leginkább. Ez drágább. Nem, ez olcsóbb. Ez olcsóbb. Szóval egyszer javítani kellett küldeni, de ilyen hülye javítások, hogy jön a kutya is. Jó, isteni. Szóval... Mármint a Kempert. A Kempert kellett javítani, de tehát még csak nem is olyan dolgok, amik ilyen nagy aggodalomra adnának okot. Ezt most a vevőnek is üzenem, szóval hogy kurva jó, megint nem. De hogy nagyon drága volt, ki kellett küldeni Németországba, és Németországból is azért jött egy olyan számla, hogy így csak így néztem. És igazság szerint kényszer szülte a helyzetet, de már untam is a Kempert, és nekem jó volt az, hogy... Jaj, szia kutyuska, de örülök, hogy itt vagy. Jó van. Kicsit toljunk rá, aztán majd elmegy. Persze. Szóval... Nem, köszönöm, nem. Köszönöm a nyalakodásokat. Na, megy is mindjárt kis birodalmába. Ja, a táskádat, azt... Nem, virág. Ókos kutya. Jó. Szóval én már kicsit untam a Kempert, tényleg már évek óta megvolt, nem cseréltem hangzást. Az ott nem az, ott az nem a te helyed a lábam köze. Azt ott abszolút nem neked tartogatom. Így ismerkedik. Te is így ismerkedsz valahol. Hát, egy idő után. Ne, csak sokat tovább nem tart. Igen. Jó, hát ez őszinte lény. Őszinte. Szóval, tehát egyébként annak idején egyszer már lecseréltem a fraktált először erre a pedálra, csak nekem azt nem tetszett akkor ebben. Nem, még a fraktált, ami volt nekem a rekkes. Mert az tudott ilyen dual chain-t, tehát az, hogy párhuzamosan egyszerre tudtam két erősítőt négy ládával futatni, és a hangzásaim arra épültek. És ez meg ezt nem tudja, úgyhogy akkor azért nem cseréltem le, vagy az utazás miatt meg azért ez egy jóval praktikusabb valami. De most is ott látszik a kis bőröndöm, amiről mindjárt beszélünk, az egyik. Na hát abban ez is megy. Világos. És ez a kézi podgyászom gyakorlatilag. Ja igen, na ezt akartam mondani, hogy egyébként srácok, ezt most ide mondom nektek a másik kamcsiba, hogy Ati, tehát hogy most minden centie ki van számolva, minden perce ki van számolva, mert most holnap után indulsz egy... Holnap hajnalban. Holnap hajnalban indul egy 3 hetes turnéra, de akkor most már folytasd inkább te. Ja, igen, úgyhogy nem is fogok tudni minden gitárt megmutatni, meg minden cuccot sem, de mindegy, hát most így nézek ki. És hát ugye úgy jött ez most föl, hogy ez konkrétan a kézipodgyászomban elfér. Utazik veled. Ja. Ja. Úgyhogy a kis hangzásaim, minden az így jön velem.
Jó, mert nem árult el, Ati, de egy orosz bandával utazik, ja, akiből nem ismer csak egy tagot, és 3 hétig... Hát az sem talk, hanem az a hangmérnök. És aki csak a 4. buli után csatlakozik, igen, be, ezt, szóval elképesztő életed van, zseniális, imádom ezeket a sztorikat. Kicsit ilyen macskajaj. Igen. Én már kezdem unni, de mindegy, ez van. Tehát mindegy, nagyon izgalmas lesz, majd adott esetben a YouTube csatornádon számolj be, ahol majd természetesen iratkozzatok fel brutálisan. Jó, Ati, itt, hogyha már felhoztad a gitárokra szólt, azért párat meg tudsz mutatni abból, ami itt maradt, mert a többi meg ugye már ki van küldve. Igen, na most nem tudom, hogy ezt a mikrofonos dolgot hogy csináljuk. Szerintem az eléreget valameddig, persze. Jó, okay. Ebbe is hallatszódik, hogyha leveszed, akkor... Lehet, akkor inkább levenni, jó, és majd üvöltök. Jó. Kezdjük az óriásival, az kb. Egy, már egy basszusgitártoknak néz ki. Ez is jön velem, tehát ezt hiszem feladom a gépre. Aha. Holnap, hajnalban. Ez egy nagyon kis különleges sztori. Na hát erre, az egyre nem számítottam, Jézusom. Erre a színre, meg erre a formára, hogyha nem tudom mi lett volna, akkor sem mondtam volna, hogy ez lesz az. Atya, na hát, Isten. Viszont aki így engem ismer, meg így követi így a pályafutásomat, az tudhatja, hogy mekkora Pantera meg Dimebag fan vagyok. Úgyhogy hát ennek a gitárnak úgy nagyon különleges sztoria van. A Schecterrel már én évek óta vagyok, és 2020-ban kint volt szerencsém lenni a Namson, és játszottam a Dimebash nevű Dimebag emlékesten, ami a Dimebag emlékest. Erről vannak több a videó. Igen. Elég komoly arcokkal tudtam együtt játszani, na mindegy. És ott megismerkedtem már egy gitárcégekkel is, és kaptam tök jó ajánlatokat, és akkor beszéltem a Schecterrel, hogy hát, hogy én igazából én nagyon szeretem, főleg amióta így ez a forma így bejött hozzájuk, így a velük való munkát, de hogy tök jó lenne egy következő szintre emelni ezt az egészet. És akkor kezdtem el csinálni ezt a Play It Like Dime series, ilyen Dimebag-es panteres videósorozatokat. És mondtam nekik, hogy szeretném a saját gitárjaimat is gyakrabban előkapni. És hogy mi lenne, ha csinálnánk valami ilyesmit. És kiderült, hogy ott náluk, a Schecternél dolgozik most már néhány éve, az a Chewy nevű forma, aki a Dimebagnek a saját gitárjaiból nagyon sokat csinált még a vasbörnös időkben. Úgyhogy ezt ő festette rá. Nem mondod. Igen, ráadásul ez az a fajta kék, mert nekem van egy Dimebag ilyen kék, egy villamosgitárom, ami az életem nagy szerem, megmutatom. És az... Annál a gitárnál ilyen jávorfa fogólap van, vagy fedlap, igen, és ott az a tigris csíkos, látszanak a fa erezetei. De én kisgyerekként én erre fogtam, rákattam mindig erre a töménykékre. Úgyhogy ezt ilyenre sikerült megcsinálni. Dög. Hát ez nagyon fa. Azok mik azok ott a narancsárga cuclikot? Jaj, hát ez óriási évben, amikor... A Satyricon-ban Black Metal zenekarban játszottam, hát ott ugye sötét színpadon, és irgalmatlan. Ez kis foszforeszkáló. És nem foszforeszkál, ami több szempontból nekem jó, mert nem kell feltöltenem, mert ezt mindig elfelejtem. Már volt már ilyen gitár, hogy sose tudtam egy színpadon lépeselőtti feltölteni. Meg nem is tart ki az egész koncerten. Aha. És ráadásul, hogyha ilyen fényt, akkor az, hogyha nagyon rángatod a fejed, akkor fénycsíkokat is látsz. Tehát valahogy nem annyira stabil nekem. Viszont ezek, amit Ápiszban lehet 100 forintos tétel kapni, ezek baromira jól látszódnak. Kurva jó. Egyedül annyi, hogy olyan gitárnyakon működnek, ami ilyen sötétebb. Igen. Vagy árnyalatú. Okay. Uh-huh. Ez a mai nap ez ilyen. Ezt viszont fel kell mennem, mert ez csomagküldő. Megvárjuk. Oké. Okay. Halló? Na, futár vagyok, hinné van a csomagot, hogy ilyen 5-6 perc. Jó, szuper, itt vagyok. Ez tök jó, mert egyébként a turnéra jön valami cucc, azt hiszem. De nagy. Ez egy nagyon különleges hangszer, egy nagyon rondatokban, mindegy. Meg hát... Meglátják a kedves nézők, hogy itt vannak azért hanyagságok, mindegy. Na hát ez a gitárnak is elég jó sztoria van. Ez kicsit már ilyen viseltesnek tűnik hát nekem. Ez nagyon. Ez régebbi. Persze, dög, csak hogy nem, ez nem egy új hangszer. Igen. Egyedül ez a letörés, amit én csináltam, az annyira nem barátságos, de a többi az ilyen kopások, azok mind nagyon jók. Hát ezt a gitárt gyakorlatilag a Lavender Risingban végig, meg a Nevermore-nál is végig ezt használtam a turnékon. Úgyhogy azért ez egy ez ilyen... Ez Schecter 7 húros, ez mi Schecter? Igen, hát ez egy Jeff Loomis gitár volt, csak aztán át lett fújva. Ja, aha. És akkor így került rá ez a szöveg, amit a tetoválásom is.
meg nekem akkoriban nagyon sok rézangyal fogyott, és mindig vágytam is rá, hogy tök jó lenne, hogyha egyszer majd így zenekari szinten is megtámogatna minket a rézangyal. És egyébként a London Rising legvégén volt egy ilyen kis együttműködésünk, milyen limitált számban jelent meg Leander Risingos sárga barackos pálinka. Ezen is ott vannak a sárga pöttyök. Így van. Hát ezt most a Live Life Hardban használom abszolút aktívan. Majd arra is térünk vissza, mert arra kíváncsi vagyok, hogy mi van velük. Egy olyan dal, amit majd... Jújjúj! Hát ki van ez akkor itt találva? Hát ráadásul ez spontán volt ez. Nagyon nagy. Ez sem mai tok. Már a tok sem. Igen, hát ez most itt azért csúnya lesz, hogy életem szerelmeként harangoztam be ezt a hangot, és ez így is van. De hát ez egy ilyen... hát figyelj, temperamentumos szerelem. Szóval látszik az évek és a harcok, amiket együtt átmehetünk, az sajnos az látszik. Hát figyelj, nem. Hát azért szerintem ez teljesen... Teljesen jó állapotban van. Gyakorlatilag ez most már majdnem 20 éve rá. Tényleg. Életem második gitárja. Fasz benne. 20 éve, ja. Nem most 20 éve, úristen. Ez tök. Hát ez nagyon nagy szerelem. Egyébként erre, mindig is erre a gitára vigyáztam a legjobban, aha, és ennek ellenére ennek tört el egyedül a feje. És ráadásul nem is én voltam. Ez a legrosszabb az egész, hogy nem én törtem el. Mindegy, hát alá, ami ilyen nagy dolog, még ilyen extra Winnie Paul, a Pantera dobosa írta alá. Van egy ilyen valami kis réteg, ami megvédi, mert jól le. Ez a Phil Anselmónak az aláírása az énekesnek. És hát ja, hát ezt a gitárt most már csak a Pantera Tribute-ben használom. Régen más zenekaroknál is használtam, de nem nagyon mertem kivinni sem. Aha. Kemény. Ez a gitár, ez szintén ott a 2020-as Dimebag emlékes, tehát nem sokkal került hozzám. Akkor hát ezzel voltál a... Ezzel voltam a fikcsizni. Ja. Ez, hát akkor ott már volt egy picit talán szó erről, ez egy Solar Gitár, ahol Ágnudnak a saját márkája. Vele ott kint ismerkedtem meg, aha, Amerikában. És akkor volt róla szó egy időben, ugye, amit így említettem is, hogy így valami közös igen. munka. Csak aztán végül is a sektori kicsit megcsinálták azt a gitárt, úgy voltam vele, hogy meg amúgy is szívesebben maradtam. Igen. Igen. De hát szeretem ezt a hangszert, és leginkább tanításra szoktam ezt használni. Dög. Uh-huh. Hát ezt már ismertem, tudod. Hát inkább a titok az volt, hogy volt róla szó, hogy ezt lehetett volna ilyen komolyan. Igen. Talán egyszer. Hányatott sorsú darab következik, a tok is ezt tudom mondani. Hát ez már kemény toknak, még ezt sosem lehetett nevezni. Igen. Kutyuska, köszi szépen, hogy segítesz. Ez a tok. Ez is. Na hát ez meg egy ding gitár, megvan a potia, csak leesett is megfelelően. A poti sapka is megvan, csak az egy másik gitára van. Na mindig. Szóval, ja, ez meg egy koreai hangszer, egyébként elképesztő hangja van, nagyon könnyű, és ennek ellenére a legtestesebb talán így a Dimebag gitárok közül. A nyaka ennek le lett csiszolva. Nem szerettem annyira a profilt, és ki is szerettem volna próbálni, és ezzel még mertem kísérletezni. Ez nem lett utó kezelni. Nem, semmi. És eleinte nem is volt kényelmes saját játszani, viszont így most már én nagyon szeretem. Megjött a futás. Nem üti eléggé a harangot. Halló? Hello, itt vagyok a kapunál. Oké, és megyek, szia. Meg is jött a csomag. Meg. Hogy bontsuk ki, mert ez csak ott a turnéra jött. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit visz magával egy nemzetközi turnégitáros a Muzikertől, amit egy nappal előtte kap meg, mielőtt elindulna a turnéra. Hát enélkül is elindult volna a turné, ezt kell, hogy mondjam. És lehet, hogy ezzel együtt sem fogna mindegy. Meglátjuk. Oké. Profi felbontási technika. Igen, szóval... Ez ekkora dobozt, két ekkora dologért. Atyom, hát ez már el is árulta magát. Ja, a poti védő sapka. De ezt mire rájöttem, hogy milyen néven van fent. Most már akkor mondd, hogy milyen néven van fent. Nem emlékszem. Nem, ha megvan. Mindegy, de a Muer gyártya, azt látom. Top Topper.
Topper. Hát igen. Ennyi. De ez enélkül lehet, hogy megoldottad volna. Lehet, de tehát, hogy a váltásoknál így abban bízom, hogy jobb lesz, mert valami furcsaság van, mindegy, nem tudok úgy rálépni, még nem szoktam meg ezt. Ja. És a másik? A másik, azt nagyon könnyen cikivé tudom tenni. Hát ez gyakorlatilag egy átalakító. Igen. Ehhez, mert az USB-C-s az a laptop, amit magammal viszek. És nagyon ezt is megmutatom, hogy ha valaki rögni akar, akkor most itt az ideje. Ez elérkezett. Igen, van egy régi laptopom. Ami 2009 óta megvan. És ennek van SD kártya, olvasom, hogy jaj! Azt a matya úristen! Minden ez még működik? Persze! Ne! Figyú, mechanikusan esik szét, de még működik. Teljesen jó. Kicsit lassú, de amúgy jó. Kedves Asus, egyébként nekem is volt ilyen. Nagyon jó! Ez ennél jobb cégért, ez... Figyú, és engem élt túl ez 10 éven át. Nagyon durva. Ez több mint 13 éves ez a laptop. És működik. Na, úgyhogy úgy szoktam csinálni, hogy kártya ki, ide be, akkor van egy olyan USB, ami USB-C és sima USB, akkor arra rányomom a zenét, meg a videókat, és utána be a laptopba, és azzal vágok, hogy katasztrófa, agyfasz. Jó. Így pazarolom én az éveimet. Tehát megtudtuk, hogy mivel megy egy turnézó gitáros külföldre játszani, de van még gitárati? Van még. Mert ajaj, akkor azt mutatom. Ezt? Tudod, ki csinálta? Egyet tippeltek. Ja. Hát... Na ez nem, a fej tökéletes. Igen, nem volt szép dolog, nem volt szép dolog. Mindezt úgy... Ott a galérián ott alszom, aha, de nem szokott felmenni, kivéve, ha nem vagyok itt szóval. Ja, ezt egy ilyen irgalmatlan raklapot tettem, hogy nem tudjam felmenni. És régebben azért, hogyha fölmegy esetleg, akkor se szállni szét a ruhákat, már azok is fölmennek, oda tettem a ruháim elé ezt, és ott szedte szét az ágyamon. Megoldják ezek a kutyuskák. Meg. Na, ez Csak egy úristen. Újabb Dimebag gitár, a kis pöttyökkel. Ez egy import, mert a másik az amerikai, aha, full high-end volt. Ez egy import, viszont nagyon-nagyon jó. Miért van neked mindegyik itt leragasztva? Igen, én ezt annak idején azért kezdtem el csinálni, mert a Dime-nál is azt láttam. De aztán rájöttem, hogy miért csinálja. Azért, mert ez a fajta húzzaj, aha, ez így akkor megszűnik. De ez mert Floyd, nem Floydos gitárokon láttam, de Floydoson, amire Átszól így is, és annak idején én nem használtam zajzárat, mert akkor nem voltak ezek az effektprocesszorok, vagy igen, nem volt olyan jó a zajzár benne, és viszont rengeteg gént használtam, emiatt nekem az sokkal könnyebben begerjedt ez a zaj, meg a másik a rúgónak a igen, zajra. Igen. Oda meg azt szoktam csinálni. Szivacsot. Igen, tehát hogy valami szivacsot, bármit, csak óvatosan. Szóval emiatt van. Ez pedig azért, hogy ne akadjon be a húr. Ja, hát igen, az is sok. Az logikus. Igen. Az több helyen van. Ja. Úgyhogy ennyi, van még egy akusztikus gitár, amit... Hát figyelj! Elég ritkán veszekedett. Nem csodálom, de nézzük meg, hogyha már itt vagyok. Jó. Illetve van itt egy basszus gitár is, ha az érdekes lehet. Hát... Ezzel meg... Még hát, szép. Dalszerzéshez, meg videókhoz, meg éveket szoktam. Ez egy ilyen nagyon alap kort hangszer. Az öcsémnek egyszer... Ami GB lehet ez. G-basszus. Tehát, hogy olyan elképesztő hangja van akusztikusan is, aha, hogy most... Pincöktesd meg. Nem tudok azt ügyítázni. Ja. Meg hát húrok ezek kicsit. Tehát gyakorlatilag gyári húrok vannak. Hát, nagyon jó. De hogy így nézem, ez eléggé... Elmenegetett? Hát ráfér egybe egy kicsit, inkább leeresztem. Mindegy, most csak úgyhogy már nagyon feszíteni akart. Na mindegy, szóval ezt szoktam használni. Aha. Brutál hangja van. Egyszer egy... ez meg az egy nagyon durva basszus gitár márka. Elég sok van, Fender. Ne, Sadovsky. Egy Sadovsky mellé tettük oda, és nem éget be. Ne. Sőt, tehát én azt mondom, hogy más volt, de hogy így abszolút hozta a kis saját szintjének. Hát nagyon csodálkoznék, ha ezután a kort nem próbálna megbetámogatni egy ilyen reklámszöveg lenyomása után. Viccelődök. Nem baj, de ez tényleg... Vannak olyan hangszerek. Hát abszolút, persze. Igen. Nagyon olcsó, nagyon jó. Így van. Ez az egyik olyan. Ezt teljes mértékben egyetértek vele. Az Arcadiásoknak köszönhetően jutottam ehhez a hangszerhez, nem tudom hány évvel ezelőtt. Aztán
Ez egy nagyon komoly Davina. Egyszer kölcsön adtam apinak, jó szétbaszta. Na bocs, kicsit ez ja, a Dovinák azok nagyon jók szerintem is. Ja, elképesztő gyönyörű hangja van. Fél kiló kutyaször van a kezeden. Hát a vidéki élet kutyával nálam így néz ki. És akkor most esetleg azt is meg tudod mutatni, Ati, hogy szoktál itthon dolgozni? Zenét felveszegetni, milyen progit használsz, mit tudom én, ezekbe a dolgokba bele tudunk-e nézni. Esetleg, hogyha van valami aktuális track, ami éppen készül, akkor az lenne a legeslegmenőbb. Ez gyászos kezd lenni. De most megjavult. Igen? Na. Látod? Mindig ez van, ennyi. Csak türelmesnek. Türelmesnek kell. Meg kell vele egy félmilliós meg. Hogy működjön. Nem mondjál ilyeneket, nem tudom, hogy mennyi megerül. Amúgy behozták, nem a kamionról esett le, de... Milyen progit használsz? Cubase. Cubase, Nuendo-t régen használtam, Pro Tools-t is, nekem ez a Cubase meg a Nuendo vált be így a legjobban, de... Van most valami, amin éppen dolgozol? Hát most a legutolsó, ugye ez a setlistet csináltam, a legutolsó videó, amit felvettem, az ez volt. Meg tudom mutatni, hogy nagyjából hogy néz ki egy ilyen. Aha. Azt szoktam csinálni, ez a pantarás videókhoz készül. Hogy ugye behívom az eredeti sávot, és szól minden nézés. Aha. Jó, és itt adok rá hangerőt. Jó, szóval ha behívom az eredeti, most éppen egy ilyen playthrough videó volt, ahogy az egész számot nyomtam. Ilyenkor, hát ugye a beszámolás szokott ilyen problémás lenni, ilyenkor vagy az van, hogy csinálok magamnak egy, mert itt ezek nem takra szoktak feljátszva lenni, vagy csinálok én valami beszámolást, egy WAV mintával, vagy például ebben az esetben most az történt, hogy csináltam egy ilyet, és aztán újra az egész. Ezeket én már levágom, ez nem kerül oda a videóba. Persze. Na és akkor utána általában ilyenkor két felvételt szoktam csinálni, az utóbbi időben ez képileg is úgy jelenik meg, egyet szemből, egyet meg alulról, és mind a kettőt felveszem hangba is, és akkor általában a jobb téket szoktam megtartani, és hogyha van valami kis javítás, akkor megnézem, hogy a másikban az jobb lett, és szerencsém, akkor jobb lett. Most itt például látszik, hogy három helyen ott volt javítás. De van olyan is, majd mindjárt mutatom, hogy például a szólónál az effektezést azt külön csinálom, tehát ez ugyanabból a tékből van. Ja, csak áthozod egy másik sávra. Igen, tehát ez is egy kicsit fapados, mert lehetne itt is automatizálni, ezt szoktam meg, nekem így a leggyorsabb. Ja, vágom. Szakbarbár, de működik. Tudom, igen, én is, hogyha esetleg valami ilyen van, akkor én is így szoktam. Na, szuper. Szóval annyi még pluszba, ami ilyen hasznos tanács is lehet, hogy ilyenkor, hogyha egy ilyen felvételre játszom rá, és mondjuk nincsenek meg a sávok külön, vagy nincs olyan programom, amelyikkel tudom szűrni a különböző hangszereket, olyankor azt szoktam csinálni, hogy bizonyos frekvenciákat, ahol a gitár a leginkább szól, azt kivágom. Tehát itt nagyon hallatszik, hogy ilyen 4-500 Hz körül él igazán. Igen. Akkor azt jó megvágom. Akkor ugyanúgy a teteje meg az alja megmarad, a dolg, és jobban el tud helyezkedni az enyém a mixbe, illetve egy kicsit még kiszoktam panorámázni általában jobbra az alapot, az enyémet meg balra. Bele tudunk hallgatni csak a te játszósomban. Ezzel is már nem tudom, hogy van-e valami effekt, vagy nincs. Nézzük, és akkor itt érdekes, hogy átkapcsol ide a szólóra. És oda tettem egy kis zengetést. Aztán leúsztam a flanger-t. Ja. És innen meg már visszajövődött. Hova van ez hangolva, te úristen? Igen, ez egy ilyen elég extrém hangolás. Eleve az a panterás D hangolás, ami 425 D, a legutóbb is ezzel szívtunk. Igen. És ahhoz képest még az történik, hogy az A húrtól egy oktával lejjebb lévő A, ami nem, nem tudom milyen hang, tök mindegy, F vagy E, na az szól a hatodik húron. Tehát ott van egy ilyen oktávpár egymás mellett. Igen. Na, ugye ezt meg is tudom mutatni a kék gitáron, most az éppen adom a húrról, hogy ezzel vettem föl.
Úgyhogy így, ez a panterás videók azok így szoktak készülni. Aha. Most akkor tudok mutatni egy Live Life Hardosat is akár. Mindenféleképpen. Tényleg most a Live Life Hard azzal hogy álltok? Mert én nekem az, ami kijöttek, az nekem nagyon tetszett azzal együtt, hogy én nem vagyok, ezt nyilván tudjátok már, egy nagyon nagy metal fan, meg metal, hát téged imádlak. Tehát. De hogy a Live Life Hard az valahol nekem egy olyan, még muzikális, de metálos és hörgős, de mégsem tehát agyelborulás volt, hogy nekem az nagyon tetszett, meg olyan ritmikai megoldások voltak, amik nagyon jó volt. Viszont mostanában kevesebbet hallogatok azért rólatok. Igen, volt egy ilyen kezdeti nagy lendület, volt egy ilyen debüt koncert is, ami baromi jól sikerült, utána játszottunk még egyet Fehérváron, az is nagyon jó volt, és most kapunk egy kicsit újra lendületre, hát azért így a Covid az nagyon megnehezítette a dolgokat, tehát egy fotózást nem tudtunk akkor még összehozni, akkor oltás, nem oltás, szóval ezek a mindenki más által is így megélt problémák, ezek ugyanúgy nálunk is jelen voltak, és nehezítették a folyamatokat, de most ott tart a sztori, hogy egyrészt nem sokára ki fog jönni egy új dal, amivel most bele is fogok tudni mutatni. Illetve október 31-én csinálunk a Pantera Tribute zenekarommal együtt egy közös bulit az Instantba, Metal Halloween. És lehet öltözni, hiszen de be fogok öltözni. Szóval, hogy arra készülünk, arra fog kijönni ez az új dal is, és most már vannak dátumok jövőre is, de szóval, hogy van mozgalódás végre. És ja, hát... Annak kifejezetten örülök. Október 31-én Instant, igen. Gyerekek. Már van esemény, úgyhogy van link, nem tudom. Minden ott lesz. Ennyi. Na, akkor belehallgatgatunk egy kicsit az új számba. Na, ezt például én még úgy vettem föl, hogy mert volt a tavasszal egy ilyen elég fasz a kis csuklótörésem. Tényleg, na, emlékszem. Hát ezzel még most is szívok. És tehát, amikor már így éppen, hogy valamennyire tudtam gitározni, akkor játszottam ezt föl, szóval nem lett az én részemről ez teljesen tökéletes, hát mindegy. Gondolom. Matyika, Gerői Matyi, akivel már csináltat videót, elmebeteg jó dobos, ultra jó arc. Na ő a bemikrofonozott dobjával a saját próbatermükbe veszi föl a darabot, azt szépen átküldi, ez így néz ki, hát itt én már így csináltam egy ilyen, valamilyen mixet, sem extra, tehát itt, ha valaki ért hozzá, az biztos, hogy látja, hogy itt nagyon sok Mac-mester megoldás van, de hogy itt vannak ilyen lábdob minták, amiket én szoktam hozzáadni, tehát mondjuk azt hiszem, hol lehet a... Ez már egy ilyen kompresszált láb, és akkor nehezé hozzárendelek mondjuk egy ilyet. Ez csak egy ilyen minta, mondjuk az alját is szépen megtörjük. Nagyon pici hangerőt még erre tudunk tenni, szerintem. Így szól, akkor a pergő, ez egy ilyen nyersebb valami, már ezen is van azért elég sok kompresszor, úgy hallok, van egy ilyen zengetett valami, akkor van egy ilyen bunkó, ez nincs, itt van. Ez konkrétan egy ilyen lábdob, kicsit így, na mindegy, nem biztos, hogy valószínűleg nem ez lesz a végeredményben, de szokott tudni ez is működni. Na, én megmutatom, hogy egybe inkább a doboz. Jó. Szól. Ezt küldte Mátyás. Mátyás nagyon jó, de ez nagyon jó. Ez eddig nem az a metal tempó, meg metal. Igen, én is ezt szeretem egyébként a Live Life Hardban, hogy itt nagyon széles a spektrum, idővel is majd itt méltóság teljesen lehet öregedni ezzel a maradjunk is együtt. Így. Hát. És ugye Matyika már egy is elég híres, inkább hallgassuk majd a gitár. Neki már nem kell a reklám. Na és akkor, itt már ezeket így vagdostam össze-vissza, meg itt lehet, hogy nincsenek Zsuzsi gitárjai, pedig hát az nagyon izgi, majd megmutatom azt is. Júj. Marcona a cucc. Itt van Ádámnak tisztája is. Ez inkább ilyen fusion vibe eddig. Igen? Aha. Nem is tudtam. Bizonyám. Köszönjük szépen. Ennyi. Ilyen nevis téma gitára. Ez full fusion. Yeah. Na mindjárt múlik az is, ne aggódj.
Már itt csak egy gitár lesz a valószínűleg. Aha. Igen, itt. Akkor ezzel csináltam egy díszítésnek ilyen nyekergést. Az meg itt. Ilyenek. El van a gyerek a játszik. Amit nagyon szeretek még külön a zenekarba, az az, hogy már úgy tudunk együtt dolgozni, ez az én jellemfejlődésemet is mutatja, hogy a Josie-val például a gitárokat úgy veszik föl, hogy ő külön megcsinálja jobb oldalt, mert régen mindent az gitározott fel, aki a dalt írta, hogy maradjon egybe és szóljon úgy, és most meg itt inkább ez az élő hangulat van előtérbe helyezve, amit én amúgy mindig is szerettem volna, csak így maga miatt sem, meg más miatt sem tudott így működni, és itt meg ezt itt meg tudjuk élni, és gyakorlatilag én átküldtem így ezt így Josie-nek, és ő meg erre itt tud reagálni is. Szóval ez nem teljesen organikus, de azért valami olyan. Hát figyelj, ez szerintem ez működőképes. Ja, hát nagyon szeretem ezt így csinálni. Szokott lenni egy olyan rész ebben a sorozatban, hogy... Erre gitározzunk. Hát nem feltétlenül erre, csak hogy te mondjuk így hogy szoktál gyakorolni, hogy leülsz, és akkor mit tudom én, beraksz egy ilyen számot, vagy egy backing tracket, vagy te mondjuk kifejezetten, csak mit tudom én, azért gyakorolsz, hogy el tud játszani azt a számot. Hát én... a saját számom, mert igen, azt én szoktam gyakorolni, ha szükség van. De hogy esetleg egy ilyenre, meg hogy akkor utána, hogyha te ezt megmutattad, akkor az szokott lenni, hogy én meg a te gitárodon, hogy az én kezemben egyáltalán mennyire szólal Vili. Meg egy jó, ilyesmi. Csapatunk egy ilyet? Persze. Megtanultad már? Nem tudom gyakorolni, mert ugye nem olyan a gitárom. Csak a kifogás. Csak a kifogás. Figyelj, meg tudunk nézni mondjuk egy ilyet, hogy a Koita már sokat emlegetett Live Life Hard következő nótájának valami kis betétjére játszol nekem valamit, hogy te hogy gondolkodnál ott. Na hát nagyon jó a megközelítés, nekem gondolkodnom kell azon, hogy mi történik. Hát van a végén egy ilyen hangnemváltós cucc. Az feltétlenül az nagyon jó lesz nekem egy 7 húros gitárra hangnemet váltani. Nekem bármilyen gitáron érdekes. Hogy is van? Tehát, hogy... Na hát ennek te legyél megmondója, hogy ez mi. Ez most normál a hangolva, akkor ez egy D. Onnan indulunk, és aztán majd lemegyünk szépen B-re. Vagy H-ra, ahogy itt aha. Szokás mondani. Jaj. Egy kis tercet megyünk lefelé. Aha. Megy a téma, kis fangizás. Csak látom, hol megy le, hogy is. Szavikám, figyelj, az improvizálás ez nem a kenyerem. Ilyen zavarba hirtelen jön az ötlet. Végig kell gondolnom ilyenkor, hogy mi történik. Igen, hát én formákba szoktam gondolkodni. Megtanultam annak idején egy pár ilyen egyszerűbb ilyen fölmenetet, és akkor azokat szoktam tologatni. Tehát, ha látom, hogy itt jó, ez a fekvés, akkor itt akkor valamit tudok gondolkodni. Azt kell először megfejtenem, hogy ez a mollos formás, vagy a duros formás először. Sajnálom, hogy valaki csalódást okozott. Őrület, tök jó. Az egy szerencsé, hogy a fejemben mindig hallom, hogy mi az, ami borgalmas, a rossz. Amúgy azt szoktam csinálni, ilyenkor beálltuk egy ilyen loopot, és akkor így témázgatok, keresgélni, tehát hogy azt nem kívánom senkinek, hogy ezt hallgassam. Magamnak se, tehát ez ugyanolyan gyász nekem is. És akkor utólag, hogyha van valami motivum, az elindítja a fejemben a gondolatot, hogy merre menjen. És akkor jön a bogarászás,
És egyébként ezt én minőségi időtöltésnek tartom. Hát, és teljesen egyetértek vele, tehát hogy ez abszolút valószínűleg minőségi. Ugyanezt meg lehetne egy gyakorlással csinálni sokkal kevesebb idő alatt is. Nem hiszem. Jó, Atti, még így a végén, hát és ennél kellemetlenebb, tehát hogy mármint, hogy egy metal gitáron egy olyan zenére, ami még a szerzője is keresgél, az, hogy megpróbálhatom-e én is esetleg, megpróbálhatom-e magamat. De sokkal jobban örülnék, ha hasonló szintű megaláztatásban lenne neked is. De hát te erre készültél az életedben. Nem azt mondom, hogy pontosan erre készültem. Jó van. Na várjál először, hogy felfedezem a hangszert, mert azért ez a hangerő. Igen. A másik az csak dísz. Ez csak dísz. Igen. Ez a hátsó pika. Erről azért szeretnék beszélni. Tehát, hogy én nem nagyon szoktam háborogni így a világ dolgain, illetve mostanában már igen, mert öregszem, de hogy a szuperstratok, meg hogy általában, hogy miért nem ide teszik nem a kapcsolóját, ez a világ legnagyobb hülyeség. Én is annyira az én hangszerem ráadásul még közelebb van, és folyamatosan beleérkezem. Letekered. Gyakorlatilag nem tudok szólózni nyaki álláson, mert nem fér el a kezem. Folyamatosan hídon kell szólózni. De ezt nem oké, ez valószínűleg ezt szokták meg, ezt a kinézetet, és emiatt nem variálnak. De ez itt sokkal életszerűbb. Ennek az a helye. Igen. Ez is egy fasság, már igen, bocsánat. Hogy köz, ez is. Ez tök is. Hülyeség. Na mindegy, és akkor... Ez akkor így, és akkor... Így szól egy E-dur itt. Már káromkodik, igen. De várjál, mert a 7 húr az eleve nekem. Jó. Nem találom el. Az. Mindjárt ráérzek itt a metálkodásra. Jó, na ide, hát essünk közel, de semmi nem lesz. Várjál, és akkor mi D-be vagyunk az elején, utána meg valamiben. D, aztán meg B. Na ezt most decibelben vagyunk, na mehet. Oké. De hogy durulj, mol, azt majd te megfejted, na mehet. Hát előrébről indulj, már most azt sem tudom, hol vagyok. Oké, fél, óriás kör. Egy kicsit tonalitásra érzetem legyen. És... Nem tudom! Yeah. Itt már mentünk? Nem. Még van egy kör. Most van egy kör. Egy, két, E. Nem ére megy ez át? B. Azaz. Talán. Meg kell próbálnom még egyszer, mert de akarok arpeggiózni, és meg minden olyan ritkán van. Várjál, hol vagyok? Ez most az E-húr, ugye? Igen. Annyira vastag a nyak. És ez a vékonyabb nyakú E-húros gitárom. Oké. Hol van ebben az arpeggió, a sweep rész? Ez végig sweep. Ja, ez ilyen economy picking inkább. Igen, de meg... De... Ja. Ja. Tudok, csak lassan. Ja. Oké, na, várjál, meg teppingelni is akarok. Az összes klisét lőddel. De nem tudok mást. Készen állsz? Mint az állat. Oké, figyelj, egy ütembe szemás. Eltévedtem! Nagyon jó! Mit szeretsz? Jó, gyerekek, ennél,
Én eleve rosszul szoktam gitározni, de hogy ennél rosszabbat még nem nagyon hallottam. Na, hogy én most nagyon levittem a mércét, úgyhogy ezt bőven sikerült megugranod. De már ezt akartam csinálni. Hát mindegy, mindegy. Semmi esélye. Most valami egzotikus szvíp, vagy vizé, arpeggio. Nem tudom, hát főleg ezen, meg aztán főleg egyszer nem éri át a kezem a hangszer. Nem tudom így tartani, hogy... Igen. Ati, hát... Kegyetlenül köszönöm ezt az élményt, amiben totális mértékben kifázadhattam magamat bármiféle metal produkcióból most egy életre. Nem minthogyha tervben lett volna. De brutálisan ide. Ja. Brutálisan sok sikert kívánok neked a turnéhoz, ez az én talom volt. Sok sikert a holnapi turnéhoz. Utána október 31-én meg remélem, hogy találkozunk veletek is, meg mi is együtt a... Ja, ja. A koncikon, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon szépen köszönöm, hogy megmutattad a cuccokat, nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztál életem első kabriós élményére. Már majdnem egy randi volt ez, úgyhogy imádtam. Én a virágot nem kaptam, de hát ez ilyen, majd erről beszélünk. Srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor még egyszer ne felejtsetek el feliratkozni, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok a Patreonon, Ati csatornájára is menjetek fel, és csapatjuk tovább az egészet. Csőzzetek! Csá!